A koronavírus ötödik hullámának vége, azonban még mindig vannak covidos betegek. Mosolygó Éva háziorvos elmondta, hogy lecsillapodott a járvány, robbanás történt a többi kórokozót tekintve. Az enyhítéseknek köszönhetően a maszkviselés hiányában egyre több vírusfertőzés jelentkezik. Influenzás beteg is egyre több van. Az influenza vírus jelenlétét is látjuk és sejtjük, hiszen nem történik minden esetben specifikus diagnosztika, de a magas lázzal, nagy végtaggyengeséggel járó esetekből feltételezzük, hogy ezek vírusfertőzések, jó nagy része valószínű, hogy influenza vírus. Az átélt COVID egy fertőzés egyáltalán nem véd influenza fertőzés ellen, csak a speciálisan influenza vírus ellen beadott védőoltás. Mosolygó Éva hozzátette, az influenzás betegeknek rossz közérzete van, náthás tünetekkel, magas lázzal fordulnak orvoshoz. Az utóbbi időben nőtt a hányás hasmenéses esetek száma is. Ezt is látjuk. Ez ellen, ez nem a terjed, hanem inkább kézzel, érintkezéssel, az inkább csak a családon belül itt terjedésre kell figyelni. Ez hát nyilván a közösségekben, az óvodákban és a völcsödében azért ez előfordul, de ne, nem az a védekezés módja, mint egy légúti fertőzésnek. Az influenza mellett tehát más vírusos, bakteriális fertőzések is jelen vannak, ezért a szakember még mindig maszkviselést javasol azokon a helyeken, ahol tömeg van, például bevásárlásnál, sorbanállásnál.